És most kapcsolunk ismét a Bálnába, mert egy exkluzív interjú először a Hír Televíziónak ad interjút Orbán Viktor Zsolt. Igen, köszönöm szépen. Itt van velem a stúdióban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Miniszterelnök úr, szervusz. Szervusz, örülök, hogy látlak. Jó estét. Én is örülök. Imént elmondtál egy beszédet az ünneplő tömegnek, és azt mondtad, hogy a ma este az érzelmeké és a szívé. Úgyhogy engedd meg, hogy én most kilépjek a szerepemből így az elején. Mi 1988. március 30-án, 37-en alapítottunk egy ifjúsági szervezetet. Ha nekem valaki akkor azt mondja, hogy 31 néhány év elteltével itt fogok ülni veled, Magyarország miniszterelnökével, aki éppen ötödször fog kormányt alakítani, biztos, hogy körbe röhögöm. Te gondoltál erre valaha? Akkor? Nem gondoltunk erre, de nem is kell az ilyesmi gondolkodni, csinálni kell, és akkor sikerül. Miniszterelnök úr, itt állunk az ötödik nagy győzelem, majdnem azt mondtam, hogy kapujába, de ez már nem a kapuja, ezen már átmentünk. Elképesztő volt az ellenszél, és nem csak idehaza, hanem elsősorban nyugatról, Brüsszelből, Washingtonból és mindenhonnan csak ellenszél volt. És ráadásul a kampány közepén beütött a szomszédságunkba egy háború is. Ez, ami most történt Magyarországon, végérvényesen és visszavonhatatlanul visszaigazolta ennek az elmúlt 12 évnek a politikáját? Hát a mi szakmánkban nincs visszavonhatatlan. Holnap reggel úgy fogok fölkelni, hogy délbe tartok egy kormányülést, és azon kell gondolkodnom, hogy akkor mi is a következő teendő. De ez majd a holnap reggel dolga lesz. Ma este valóban örüljünk, és adjunk hálát a Jóistennek, mert úgy nyertünk, ahogy senki sem gondolta, hogy képesek lehetünk nyerni. És hiába sok modern technika, mérések, fókuszcsoportok, ilyen politikai okoskodás, azért a választásnak a legmélyén mégiscsak egy misztérium van. Fölkerekedik Magyarország esetében 6 millió ember, és elmegy, hogy kialakítson egy közös döntést. És ebből a 6 millió akaratból a végén összeáll egy nagy közös akarat. És ezt senki sem tudja megjósolni, hogy mi lesz meg, hogy lesz a Jóistenen kívül. És én azt tanultam meg az elmúlt 30 évben, hogy az egymandátumos többségért is pontosan annyit kell dolgozni, mint a kétharmados győzelemért. Ha csak egy kicsivel is kevesebbet dolgozol, akkor nem kapod meg a jutalmat, nem kapsz győzelmet, akkor nem fog sikerülni. És ezért csak a legnagyobb köszönet hangján tudok beszélni arról a több mint 100 000 önkéntesről, akik szívből, lelkesedésből, a haza iránti elkötelezettségből végig tolták a mögöttünk hagyott heteket. Milliószám kopogtattak be ajtókon, milliószám hívtak fel embereket, és csak a Jóisten tudja, hogy hány emberrel beszéltek személyesen, hogy elmondják nekik, hogy milyen fontos, hogy vasárnap ott legyenek, és amikor fölkiáltunk, akkor ne barabás legyen a fölhangzó végeredmény, hanem kapja meg ez az ország azt az esélyt, amit megérdemel. Ez egy nagyszerű ország. Itt vagyunk több mint 1000 éve, okoskodhat itt mindenki, szoktak is okoskodni, adnak nekünk tanácsokat, hogyan kellene ezt csinálni, de nagyon kevés olyan nép van, amelyik olyan hosszú ideig lett volna képes föntartani magát, alkotni, mindig többet adni a világnak, mint amit kap, hozzáadni jó dolgokat az európai közösségnek, a közös teljesítményéhez. Tehát mi egy olyan ország vagyunk, amelynek jó oka van arra, hogy habár megkínzott bennünket a 20. század, és sok mindent elvesztettünk, amit nem szabadott volna elveszteni, de mégis egy emelt fejjel büszkén járó, illetve felemelt fejjel bárkinek az arcába nézni képes, erre följogosított nemzet vagyunk, akiknek nem szégyenkezniük kell azért, mert magyarok vagyunk, hanem büszkék lehetünk mindarra, amit a elmúlt több mint 1000 évben letettünk az asztalra, és azt szeretnénk, ha az unokáink büszkék lennének arra, amit mi leteszünk az asztalra, és olyan unokákat szeretnénk nevelni, akikre majd büszkék lehetnek az ő unokáik, és ez így fog menni, amíg a világ világ. Erről szólt ez a mai választás, ez volt benne a misztérium, Magyarország él, Magyarország erős, és a magyarok szeretik a hazájukat. A misztériumon és a szíven túl az a helyzet, hogy
az ellenzékünk most egy dologban nem árult zsákba macskát. Az ellenzék valódi vezetői többször is elmondták a kampány alatt, ők Európai Egyesült Államokat akarnak. Ugyanezt szeretné a brüsszeli bürokrácia, meg azt gondolom, hogy Washington is, de ez most teljesen mindegy, ami a lényeg. Én hittel hiszem elég régóta, hogy egy bizonytalan körvonalú birodalom helyett a jövő mégiscsak a nemzeti reneszánsz lesz. Most ez az eredmény legalább ezt megint csak úgy kérdezem, visszaigazolja? Ezt visszaigazolta. A magyar szempontból azt mondhatjuk, hogy van nekünk egy saját hazánk. Szent István jó kigondolta ezt. Ha megértjük azt, amit a szüleink, a nagyszüleink, meg az előttük járók gondoltak és megalkottak, akkor nem hiszem, hogy találhatnánk számunkra kedvezőbb keretet, mint a saját hazánk, a saját nemzetünk, mint Magyarország. Nem kell nekünk birodalmakhoz kapcsolódnunk, vagy oda betagozódnunk. Nem jön ki abból nekünk semmi jó. És még ha valami jó ki is jönne, akkor se éreznénk jó magunkat a bőrünkben, mert hiszen szabadság szerető, és a független Magyarországba szerelmes magyarok vagyunk. Ebbe tudunk élni. Ez a mi hazánk. Itt tudunk lenni boldogok. Most Európában kétségkívül van egy nagy vita arról, hogy amit most én itt mondtam, az nem valami idejét múlt, letűnt régi iskolának a gondolata, vagy csak vízhangja. És sok olyan patrióta van Európában, aki aggódik a saját hazája miatt, és reménykedve néz Közép-Európára. Nem csak Magyarországra, Lengyelországra is, de Szlovéniára is, a horvátokra is, csehekre is. Tehát Közép-Európa hordoz egy reményt az európai népek számára, hogy a hazaszeretet az nem a múlthoz, hanem a jövőhöz tartozik, hogy a kereszténység nem elmúlt, hanem az egy fundamentum, és csak azon megállva tudjuk jól berendezni az életünket, hogy az értéket őrizni akaró polgári konzervatív politika az nem a múlt, hanem a jövő. Nagy üzenet az, ami ma itt Magyarországon történt, az egész európai közösség számára. Sokan fogják meghallani, és sok embernek adunk reményt ezzel Magyarországon kívül is. Akkor ezt a gondolatsort folytatva egy utolsó kérdést hagyd tegyek még föl. Nagyon sokan mondják azt ma, hogy elsősorban a nyugati politika szemhatára, távlatossága, ahogy sok helyen olvastam, a következő napi Guardian vagy Politico vezércikkig terjed, és hogy általában a politikusok ezt a távlatot képe, ezért dolgoznak, hogy ott jól szerepeljenek. Ehhez képest itt van Közép-Európa, itt van Magyarország, itt van ez az negyedik zsinórban fantasztikus győzelem. Kimondhatjuk azt, hogy sokkal kifizetődőbb valóban távlatosan gondolkodni? A józanész ezt mondatja velünk, de meg kell értenünk, hogy a politika világa sokat változott az elmúlt 11 néhány évben, és valóban nagyon sokan vannak, akik a túlélésért küzdenek, és azok a nemzetek, amelyek nem jöttek rá, vagy nem akarják belátni, hogy erős kormányokra és erős vezetőkre van szükségük, azok valóban gyenge koalíciós kormányokat hoznak létre, és nem nagyon tudnak válaszolni a modern kor kihívásaira, inkább csak bukdácsolnak. De a mi népünk valahogy, de ez nem csak most van így, ez régóta történik velünk, hogy azt megérti, és elfogadja, hogyha nem vagyunk erősek, hogyha nem vagyunk jól szervezettek, hogyha nincs egy lelki kapcsolat, amely összeköti a vezetőinket az emberekkel, ez talán még a honfoglalás idejéből maradhatott itt, tehát ha nincs meg az a mély lelki közösség a magyarok között, ami összetart bennünket, hiszen mégiscsak idegenek vagyunk egyedül, hát mindenki, aki körülvesz bennünket, az másfajta nép, tehát ha mi nem tartunk össze, akkor széthullunk, és ha széthullunk, akkor ellakják tőlünk az országunkat. Erről keserves történelmi tapasztalataink vannak. És ezért valahogy a magyar politikusokkal szembeni elvárás szerencsére az mélyebb és erősebb, mint a nyugati kollégánkkal szemben. Itt nem a népszerűség számít, persze jobb, ha az ember népszerűbb, mint ha nem az, de összességében az elvárás a politikusainkkal szemben a magyar emberek részéről még mindig történelmi horizonton fogalmazódik meg, hosszú távú megmaradásban gondolkodnak, és azt várják a vezetőiktől,
hogy velük együtt ezen dolgozzanak. És ezért a hibákat is talán, amit óhatatlanul együtt jár a munkával, hajlandóak megbocsátani, persze elvárják, hogy kijavítsuk, de úgy vannak vele, hogy ne keverjük össze a fontos dolgokat a kevésbé fontos dolgokkal, és eljön a pillanat, akkor ilyen fantasztikus választási eredményt produkálnak. Nincs Európában még egy olyan nép, amely ilyen hosszú idő óta kormányon lévő politikai közösségnek akkora bizalmat tudna adni, mint amit most mi kaptunk a magyaroktól. Nagyon sokat kell dolgoznunk a következő években, hogy ezt megháláljuk. Miniszterelnök úr, akkor legyen ez a mai este az ünnepé, az érzelmeké. Isten áldja Magyarországot, és köszönjük. Hajrá Magyarország, hajrá, hajrá Magyar. Magyar. Köszönöm szépen. A szó a stúdiói. Orbán Viktor miniszterelnök exkluzív interjúját láthatták tehát a Hír TV-n.